Sziasztok, mérem, üdvözlök mindenkit, én Slade vagyok. Egy új sorozat lesz a csatornán. A sorozatnak a neve az Manchester United karrier lesz a FIFA 20-ban, mivel ugye a Manchester United a kedvenc csapatom, ezért hétről hétre a Manchester United meccseit fogom lejátszani. Hétről hétre mindig az aktuális meccs lesz lejátszva, mindig az aktuális meccset követő órában lesz feltöltve a videó. Értelemszerűen ez azért is, mert meccs után hát, ha rákeresnek a külföldiek a gólokra, aki nem látta a meccset, hát és aki rákeres és rákattint, abból egy kis hasznot húzunk, mert az ugye megtekintés lesz. Nem baj, ha sok dislike lesz rajta. Ti, akik néztek engem, mindenféleképpen kövessetek a sorozatot, mert tényleg érdekes lesz, megnézzük, hogy hogy alakul a csapatnak a sorsa itt nálam. Profi szinten fogom nyomni az elején, majd hogyha jobban bejövök, akkor világklasszisra váltunk. És igazából ez a koncepció, hogy hétről hétre lejátszom az aktuális meccseket. Ez lesz az első rész, én igazolni fogok, nem úgy, mint a Solskjaer, igazolom pár játékost középpályára, megpróbáljuk elhozni Dybalát, Jadon Sanchót, Mbappét, vagy valami kis normálisabb csapatot megpróbálok összerakni, mert elég triáz a United, ugye ezt mindenki tudja. Szóval ebből láttok majd most egy kis részletet, egy kis összevágásra, kit igazoltunk, mik voltak az előző meccs eredményei, szóval minden egyes meccs, amikor van élőben, rá egy órára legkésőbb kikerül a vágott videó arról, hogy hogy alakul a mi karriermódunk Manchesterben. Nem is biztos, hogy a dipcsit veszik gyerekek, hanem a szoboszlai urat fogjuk megvenni. Megnézzük, hogy el tudjuk-e hozni a fiatal tehetséget, a magyar fiatal tehetséget Salzburgból. 27 millió euró az szerintem egy valós érték. Szerintem ezt el is fogják fogadni. Fair offer, így van. 18 millió jól tudom Szoboszlainak a piaci értéke jelenleg. És akkor még a Kylian Nouré kéne egy kis lóvét adni. Na, egy 10 milliót csak elengedtek. Egy 10 milliót csak lealkuttunk. Hatalmas amúgy. Szoboszlait hozzuk először. Fizetést kéne meghatározni a Domcsinak. Kapsz 20 ezeret, és wage bónuszba mondjuk egy... Hát jól fejleszek, adok 1 milliót. Tetsz fair offer, 20 ezeret a magyarnak, sima. 1 millió 4-et szeretne, 100-100-től elfogadjuk. A konferenciára kell itt most menni kötelezően. Nem tudok amúgy angolul. Hazai pályán kezdünk, ugye azt tudjuk, hogy ezt a meccset 4-0-ra nyerte egyébként a csapat. Megnézzük, hogy mit fogunk tudni, mit csinálni. Na, arra leszek kíváncsi, hogy a Domcsi mit tud csinálni majd itt. Na, itt rögtön az első, az elején vezetés szerez a Moratát révén a csapat. Tizi! Az nem volt 11-es, figyeled? Az de szép. Jó van, FIFA 20 GG. Meg kell szokni ezt a játékot még. Na, talán megadja. Jóó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 
Első meccsén Szoboszlai úr! Domcsi tesó, mi van? Hatalmas gólballa! Szoboszlai úr! A legnagyobb király most Magyarországon, a Dominik. Hatalmas gólt rúgott az öreg. Hagyd el magadat te! Kaput leköllött igazolni apunak te, hogy ne kellett volna. Tudtam én kit kömeg benne a Unitedbe. Muszáj lenne gyereket behúzni amúgy a meccset.
Mindegy, csak behúzunk egyébként más meccset, amit a csapat meg nem húzott be. Azaz, megvan. Nagy labda! Csak pirosokat lövök, gyerekek. Nem tudom, észrevettétek-e, hát jó, nem csak pirosat, de... És a Rashford nem rúgja be, viszont most le kell vinni a Dominikot, mert most már... Dominikot le kellett vinni, elfáradt, két gólt rúgott, nagyon jól teljesített. Magét lefejették, az ott ez. Jó, Istenem! Húristen, mekkora labdát adott. Nem lenne jó leixelni az első meccsen, főleg úgy, hogy a United ugye ezt behúzta. Jó van, Kovács, most kell indulni. De hagyjad már, hogy a Rüdiger gyorsabb a Rashfordnál, hallod? Várj meg. Úristen, Mata! Pedig ballal lőtté, bátya. Na gyerekek, megnyertük az első meccset. Ugyanúgy, ahogy a bajnokságban Manchester United, gyerekek, ez lett volna az első rész. Hogyha tetszett a videó, mindenféleképpen lájkoljátok és iratkozzatok fel. A következő részben jövök újra. Abban a részben az elmaradt meccseket fogjuk pótolni, és utána lévő részben, a harmadik részben fogunk már szerintem aktuális helyzetbe kerülni, úgyhogy remélem, hogy velem tartotok. Ha nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel, és ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen lájkoljátok. Köszönöm a figyelmet, én Slady voltam, sziasztok!